Egy érdekes, ugye rendkívüli ülésnapon vagyunk itt ma, aminek ugye az egyik napirendi pontja egy meglehetősen váratlan húzással beterjesztett módosító indítvány a Mi Hazánk részéről, akik ugye megpróbálják tulajdonképpen a Budapest főváros főpolgármester és képviselő testület választási eljárását befolyásolni. Azért tartom ezt említésem méltónak, mert azért rendkívül érdekes, ahogy egy állítólagos ellenzéki pártnak a javaslatát ilyen hirtelen a Fidesz napirendre veszi, és sőt még ugye egy ilyen rendkívüli ülésnapra szinte már elő volt készítve, hogy ennek a napirendjére kerüljön ez a javaslat. És bár mi korábban a Fidesz frakció is azt nyilatkozta, hogy az Európa Tanács Ferencei Bizottságának következetes gyakorlata szerint az általános választások időpontját megelőző egy évben a választási rendszert nem szabad módosítani, most hirtelen úgy látszik meggondolták magukat, és a Ninja kormány úgy döntött, hogy akkor valakiknek a javaslatát mégis beterjesztik, és hát ez azért érdekes, mert nekünk a Párbeszéd Zöldeknek mély meggyőződésünk, hogy ez tulajdonképpen a Fidesz javaslata, és csak a zsebnácikat használták arra, hogy ezt a javaslatot a nevükben benyújtsák, már csak azért is gondolom, mert ma reggel az Igazságügyi Bizottság ülésén az összes fideszes képviselő vita nélkül támogatta ezt a javaslatot, és ráadásul ott ugye elhangzott, hogy a előterjesztő részéről, hogy a Párbeszéd túlhatalmának akarnak véget vetni. Most én szeretném jelezni, hogy Budapesten nincs a Párbeszédnek túlhatalma, senkinek nincsen túlhatalma. Budapest főpolgármesterét Karácsony Gergelynek hívják, méghozzá azért, mert a fővárosiak demokratikus választások során őt támogatták, és egy olyan széleskörű ellenzéki koalíció élén vezeti a fővárost, ami biztosítja azt, hogy ez a város fejlődjön, még egy olyan ellenszélben is, egy olyan teljesen törvénytelen ellenszélben is, amit önök a kormánypártok művelnek, ugye éppen folyamatosan megsértik Budapest szuverenitását, ha már ezt a szót önök annyira szeretik használni, elvonják a forrásait. Éppen nem olyan régen pénzt emeltek le Budapest számlájáról, ami véleményünk szerint jogszabályellenes volt. Tehát igazság szerint teljesen világos, hogy megpróbálják Budapestet tönkretenni, a budapestiek akarata ellen dolgoznak, de biztosíthatom önöket arról, hogy az ellenzéki pártok vannak olyan bölcsek, hogy minden önök által kitalált választási eljárási rendszerben meg fogjuk találni annak a módját, hogy a budapesti polgárok akarata érvényesüljön, és hogy Budapest következő főpolgármesterét is majd Karácsony Gergelynek hívják. De van még egy ennél talán fontosabb téma is, vagy legalábbis egy olyan téma, ami nyilván érzelmileg is nagyon sokakat foglalkoztat. A hétfői napirend előtti felszólalásomban már elmondtam önöknek, hogy mi a Párbeszéd Zöldek, mit gondolunk az eutanázia kérdéséről. És azért is tartom ezt nagyon fontosnak most újra elmondani, mert itt van körünkben dr. Karsai Dániel alkotmányjogász, itt ül fönt a karzaton, és ugye ő az, aki a saját esetén, a saját ALS betegségén keresztül ezt a témát most a magyar társadalom elé hozta. Ő az, aki az életvégi döntések meghozatalának magyar jogi szabályozásával kapcsolatban ügyet indított a Strasbourgi Emberi Jogok Bíróságán, és ugye ennek első tárgyalása most volt tegnap, illetve tegnap előtt. Az ő beadványa szerint az életvégi döntések meghozatalának tilalma sérti az alapvető emberi jogokat, így az emberi méltóságból fakadó önrendelkezési jogot, az embertelen megalázó bánásmód tilalmát és a világnézeti meggyőződés szabad megválasztásához való jogot is. Hétfőn már elmondtam a felszólalásomban, hogy egyrészt mélyhetetlenül felháborítónak és cinikusnak tartom Gulyás Gergely miniszter úr válaszát, amikor erre egy kormányinfó reagált és képes volt jobbulást kívánni dr. Karsai Dánielnek. Én azt gondolom, hogy amikor valaki egy gyógyíthatatlan és halálos betegségben szenved, ezt talán meglehetősen méltatlan így reagálni az ő ügyével kapcsolatos kérdésekre. És ezért szeretném elmondani, hogy mi a Párbeszéd Zöldek részéről egyrészt kiállunk dr. Karsai Dániel mellett, és mindazok mellett, akik hozzá hasonlóan valamilyen halálos betegségben szenvednek, és azt gondoljuk, hogy az ő emberi méltóságukhoz hozzátartozik, hogy adott esetben akár az eutanáziát válasszák, és ennek érdekében egy parlamenti vitanapot kezdeményezünk, mert azt gondolom, hogy minél szélesebb körben egy társadalmi vitára van szükség ebben a kérdésben. Szerintem egyébként jobb lenne, hogyha a kormány a nemzeti konzultáció keretében nem Brüsszel ellenes propagandát folytatna, hanem a társadalmat valóban foglalkoztató kérdéseket tenne fel az embereknek. Ez az ügy is egy ilyen kérdés lehetne, de mivel önök ezt nyilván nem fogják megtenni, ezért mi kezdeményeztük ezt.